Előtt egészséget, kedves bajtársak! Itt a Galaga Game Channel, Raptorom és a szolgálta jelentkezem. És mint ahogy láthatjátok, Stranded: Online Down, folytatni fogjuk ezt a kis robotos DLC-t. Sajnos nem tudtam tovább menni benne, úgyhogy most itt magunk fogjuk kialakítani mindenkinek a kis lakóhelyét. Azt nem tudom, hogy a robotoknak mennyire szükséges külön helyet kialakítani, úgyhogy ez is egy ilyen érdekes része lesz a történetnek. Hogy itt már azért elkezdtünk egy picit foglalkozni egyéb dolgokkal, úgyhogy most jönnek is, megpróbálnak enni. Ugye ilyen kis apró dolgaink vannak, és kőre lenne szükség nagyobb mennyiségben. Megpróbálunk követ kiszedni, amennyit csak lehet. És itt is a kő a fontos. Meg itt is. Úgy. És akkor megnézzük, hogy ugye ezt a területet mondtuk, hogy el fogjuk innen hagyni. És el fogunk menni máshova. Most ugye az a baj, hogyha költözünk, akkor érdemes már olyan helyre telepedni. De azért ez egész jól néz ki ez a rész. És elég sok minden is van. Ki lehet vágni ezt a nagy fát is, azért ez tök jó. Aha. Itt rengeteg az ilyen fémszerű cucc. Hát nem tudom. Lehet, hogy... Várjunk csak, ez micsoda? Ezek ilyen így puskás valakik. Haló? Kinél van a fegyver? Nem is figyeltem, hogy megtámadtak minket. Azaz, kapta. Az rip. Túl sötét van. Sérült, az probléma. És szét tudjuk bontani a robotokat. Ez tök jó. Ez tetszik. Oké. Okay. Hát neked meg bajod lett. Nézd, mint valami öreg ember. El kéne látni amúgy az emberünket. A Rita fogja ellátni. Sokáig tart az ellátása, haló? Ott rendesen, amúgy szerencsétlen. Na mindegy. Itt fogjuk szerintem kialakítani először az izét. Mindenki kapni fog egy kis helyet. És ezt fából fogjuk megépíteni, nem a legjobb, de muszáj vagyok erre rámenni. Ó, még nincs kikutatva az építkezés. Remélem, azt kutatod most. Ezt kéne kiszedni innen. Hiding and fighting.
Jaj. Tool smithing. Camp management. Energia. Antibiotikum. Kevesen vagyunk amúgy. És jön az eső. Annyira kevesen vagyunk sajnos. Föl kell halmozunk köveket. Nagyon sok követ kell fölhalmozni. Elvileg a köveknek nem lesz baja. Hogyha... Mindet. Igen, és csak a kőt tegyétek ide, jó? Kösz. Mi még lassan halladunk, az a baj. Minél hamarabb el kéne kezdenünk a tailoringgal is foglalkozni, mert elég hamar problémát tud okozni a ruhahiány. Meg kell állítsam, hogy miből mit fogunk csinálni. És komolyan lelőtted és ott hagytad? Ne szívassál. Ez mi kell? Hideg fog jönni, az a baj. Jó, hát ő várja a dolgokat. És kéne póló is. Azt hiszem, hogy ebből lehet. Ezt harveszteld le, légy szíves. Van kreditünk is. Bőr is amúgy. Jó lesz ez amúgy, csak alapvetően tényleg nagyon sok idő kell, mire eljutsz arra a szintre, hogy összeszedted magad és már van mindened. Főleg úgy, hogyha ő is csinálni fog mindent.
Nem, tehát ezt fel kéne dolgozni amúgy előtte. Köszi. Nem azért, hogy megsértselek, csak... Csak tényleg. Ken, az valami miatt lassan mozog. Nem tudom, hogy miért. Scrap nálunk rengeteg van. És itt mindig esik az eső. Ez nagyon jó. Akkor is kéne dolgozni. És főleg a bőrre lenne szükség. Úgy, még ha a hús nem is, de bőr az legyen bőven. A ruházat készítés miatt. Kevés az emberünk, ez probléma. A Rita sokkal gyorsabban csinálja a harvestinget. Ötven, 90, 140, 160, 170, elég sokat el tudsz vinni egyszerre, az jó. Kétszázat lett transportolt. Hogy ez ilyenkor a megromlott kajákat is megeszik. ...660. Ez elég jó adag. Oké, kutat tovább. Szuper. Ő főz. Ah, megy a húsért. Szuper. Meg Rita is. Jó lenne amúgy, hogyha hús kiszárítanátok. Sokkal tovább elég. Nincs kajánk. Farming level up, szuper. Szerintem a robotnak nem nagyon vannak vágyai. Szépen nyomatja föl-föl, amit kell tanulni, és kész. Túl szerszámot tudunk a kezébe adni, esetleg. Ennyi kutass rám, és sose lesz meg az. A házra való. És hogy minél hamarabb azt el kéne kezdenünk.
Oké, hát most nem sok mindenünk van. Ezt aranyzsla, amit le lehet. Követ még senki nem kezdte el kibányászni. Egy darab nem sok, de az is valami. Software update. Király. Kevés. Ebből is mindig legyen 4 darab raktáron. Nézd majd a nagy dögöt, hogy bejött ide, hát te meg fogsz állni, már most mondom. Elég lassan kutat ez a robot. Neki lehet, nem kell adni szabadidőt. Harveszteljük azt is. Aha. Hát közvetlen közelről nem tudod fejbe lőni, ne idegesítsél már föl. Most vicceltél velem, ugye? Azt hiszem, hogy pici gyorsabban fog kutatni, lehet, hogy a izét kéne beállítsuk, vagy le kéne tegyünk még egy kutatóasztalt. Az se lenne rossz ötlet. Mert akkor ő is tudna kutatni, és a menedzsernél beállítanánk, hogy ki mit csináljon. Lehet, hogy lehet, kéne váltsuk a prioritást. Kennel, meg mi van amúgy? Ennyire elpicsázta, izé? Reméljük, hogy kipihenő. Fájdalma van. Mondjuk eddig még jók vagyunk, mert nem omlott össze egy se közülük. Kaják romlanak, egyéb dolgok romlanak, hát van a szárított húsunk. Egy mázsányi, meg rengeteg bőrünk lesz szerintem.
Azt hiszem, hogy ez vegetáriánus kajának számít. Lehet, hogy csak azért csinálja. Van egy karbonkóz, crossbow. Itt azt nem akarod használni. Csak. Ó, van egy plusz rifle-ünk is. Akkor használd azt. Mert lehet, hogy a scannek jobb lenne. Nagyon lassan megy ez a kutatás. Több munkát kap, ahogy hívják. A robot. Többet dolgozzon. Neki nincs szerintem ilyen összeomlási veszély. Sleep training case. Egy nap maximum. Szuper. Miért hagyjátok kint a cuccokat amúgy a puszta közepén? Azt sose értettem. Elment dárcozni. Itt az éjszaka közepén is ugyanúgy folytatja tovább a munkát. Mondjuk lehet, hogy ő neki a beosztást hathatjuk bármin, és akkor azt csinál, amit akar. Így végig. Vagyis szerintem nincs szüksége alvásra. Még van elég hely, tehát be tudjátok hozni. Akarjátok, csak nagyon akarják. Szarasd le! Meg nem hozzák be a mizét. És még mindig nincs meg a 100 belőle. Pénzünk az van. Na az igen, ezt jó szétlőtted. Van egy scavenger. Mégis ez nem baj. De mit csinálsz? Javítasz. A robot beszürcsöl 10 üzemanyagot, azt megy tovább, kész. Ennyi. Nem bandás készül. Azt nem baj, hogyha van bandás, minél több annál jobb. Már csak a vérzéseket ellátni azért is.
Szerintem több mint egy napja kutatja ezt a dolgot. Igen, hát ez amit mondtam, tehát hogy a ruhák azok nagyon hamar romlanak. Ugye a produktivitást kell majd növelni. Varni kell a cuccokat megfele, mert bajság lesz. Ezt beállítjuk mindenkinek a tailoringet. A kutatás viszont egyes legyen. Őzi nem tud. Régóta kutat. Az alapjait le kell tegyük minél hamarabb majd. Ezt meg itt kiveszem. Most egyelőre ne szedjenek több cuccot, hanem pakoljanak el. És menjünk rá teljes mértékben a kutatásra. Hunter range itt fegyver nélkül. Nem mondtam, hogy vedd fel a fegyót, haló. Ó, már van balkon, meg ilyesmi, az igen. Jó, fejlődött a játék egy picikét. Hát szerintem itt jók leszünk. Igen, ezt ismerjük. Software update, 8 nap. Az igen. Szállító drónok. Szuper. Ez az idő annyira nem.
Jó, azért vannak pár új dolgok. Az igen, az kapott. Ezeket írtsátok ki, légy szíves. Kell még a fa. Oké, szolárpanelek megvannak. Azért is, hogy kettek kutatnak, azért az nem rossz. Közben romlanak meg a dolgok. Csináljátok, drága barátaim. Ugye? Azt itt majd ki kéne vágni egy keveset ebből is. Mondjuk ezt is. Az igen. Ilyen Umbrella. Azért vannak itt új dolgok. Battle Drone. Flag Cannons. Menj már, napelemes tető. Lift. Ó, nagyon szuper. Laser card. Healing cucc. Csúcs. Én most gyorsan megy a kutatás amúgy. Az építkezés meg annyira nem. Oké. Kész az ala. Úr, ez neki milyen budi kinézete volt. Kellenének falak. Így. Egyelőre.
Nagyon gyorsan jönnek kifele a kutatási dolgok. Harminc fok van amúgy. Tehát itt nem a hidegtől kell majd félni. Most nézem. Nem szerintem a melegtől. Akker. De így lesz itt egy kis szoba nekik, és akkor abban már szerintem el lesznek bőven. Na, én úgy gondolom. Most már tudunk felfedezni is. Na, de fiúk, lányok, amit szerettünk volna, a kis házikó az elkezdett elkészülni. Úgyhogy itt majd ez lesz a kis kezdetleges bázisunk. Aztán pedig áttesszük magunkat erre a részre. Itt fogunk kialakítani egy nagyobb bázist. Az szerintem hatalmas feladat lesz, mire az el fog készülni. Úgyhogy lesz még itt mit csinálni bőven. Majd de szerintem ezt a részt fogjuk kihasználni. Valahogy. Vagy lehet, hogy itt. És utána pedig körbeveszünk magunkat itt ezen a részen, és akkor különböző növényeket, meg ilyesmiket fogunk itt termelni, hogy azért éhen ne halljunk. Azért itt van mit csinálni, mert gondolom biztos, hogy elég sok támadást fogunk kapni, de talán ezt néztem, hogy ez a legszebb része itt az egésznek, ahova költözhetünk. Mondjuk ez is itt egészen jó, csak itt nagyon sokan laknak. Tehát ez is itt elég sík, meg itt nem olyan jó a szerintem a terület, a növénytermesztés szempontjából. Ah, igen, itt 80-as. 600-as. Nem ide. Viszont elég jó a terület ahhoz, hogy aha. Tehát itt mindenhol százas. Ezért lesz jobb nekünk ez a terület a növénytermesztés szempontjából. Igen, tehát ide kell költöznünk. Szerintem a kutatás most abban maradt. Ketten is. Jól néztek ki amúgy. Láncsával a kezetekbe. Tagadás. De hogy ti már be is leptétek azt. Ah. Meg jönnek is támadnak. Bocsánat, fiúk, lányok, de föl kéne kelni. Hát kéne menni oda. Csak eltalálját, 8-an lőnek rá, érted is? Na végre. Egészítsetek olyan föl, amikor 8-an lőttök rá. Oké, a robotocska az varrugat szépen, csinálj nekünk a gatyát.
Na, de innen fogjuk majd fiúk, lányok folytatni. Reméljük, hogy nem nagyon halunk meg. Hogy ez a kis épület majd szépen elkészül, utána pedig majd, az igen, majd megyünk tovább. Úgyhogy most azt mondja, hogy kint aludt, nem tudom, hogy miért nem marad mindenki a saját ágyában. Hát reméljük, hogy a következő körre ezt. Az igen. Jó, hát ki kell kutassuk a izét. Ki kell kutassuk majd ezt a villámelhárítót, és le kell fedjük a területet, máskülönben itten kapni fogjuk mindig. Én köszönöm szépen a figyelmet, és akkor további kellemes napot nektek. Várok vissza benneteket legközelebb, és addig is jók legyetek. Halljali, sziasztok!